A katasztrófa védelem minden évben rámutat a mustgáz okozta veszélyekre egy bemutató kampány keretében. Ezt láthatjuk az előző évek felvételeiből is. A mai modern, nagyobb üzemekben ventilátorok segítségével megoldják az elvezetést, de a kisebb családi pincészeteknél óvatosnak kell lenni. Tudtuk meg a szekszárdi Takler kúriánál. Ez kisebb a föld mélyében fekvő pincékbe okoz problémát, ugye, ahol ezt nehezebb megoldani. Itt ugye a régi bevált módszer, hogy gyertyával megyünk le, és amikor ellaszik a gyertya, akkor azt tudjuk, hogy odáig valószínűleg az a tér az széndioxid gázzal telített. Talán az a legszerencsésebb, hogyha egy hétig, ha nem muszáj, nem megyünk le, és nem nézünk rá arra az erjedő tételre. Ugye nyilván a fehérborok erjedtek korábban, régebben a pincékbe, hordókban. Ugye ma már azért inkább saváló acéltartályokban, a borházakban, tehát nem lenne a föld mélyén, nem a pincébe erjednek a borok, ezáltal ez a probléma azért inkább a kisebb pincékben fordul elő sajnos még mindig. A mustgáz szintelen szaktalan, így nehezen tudjuk érzékelni a jelenlétét. Szinte észrevétlenül hat az emberi szervezetre. Hát én ezt úgy érezzük, hogy fogy a levegő most ezt. De ugye az már eleve rossz, amikor valaki úgy megy, tehát hogy gyertyába kéne lemenni, hogyha valaki erre számít. Hívjuk fel a figyelmét a környezetünkbe élő kisebb bortermelőknek, családtagoknak a keletkező gáz általi kockázatokra, és mindig kellő körültekintéssel tartózkodjunk a pincékben.